Müller András vagyok, a Romakép műhely vezetője, és sok szeretettel köszöntöm a filmvetítés után Rostás Tündét és édesapját, Rostás Tibort, és szeretettel köszöntöm a közönséget is még egyszer, miután már megnéztük a filmet, az előtte is köszöntöttem mindenkit, és nagyon köszönöm, és örülök, hogy itt vagytok, és hogy tanulni vagytok ennek a premiernek, mert hogy ez a film, ez így, ebben a válogatásban, ez most először került a közönség elé. Mielőtt kérdeznék, azt szeretném mondani, hogy én a magam részéről nem szeretném uralni a beszélgetést, tehát egy 2-3 kérdés után örömmel átadnám a szót. Tehát, hogyha van bennetek bármi, ami fölmerül kérdés, a Roma képműhelyben ez egyébként egy szokás, hogy a közönség aktivitására nagyon számítunk, tehát, hogyha van bennetek bármi, amit Tündétől vagy Tibortól kérdeznétek, akkor szóljatok nyugodtan, hátra viszem a mikrofont és tudtok kérdezni. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy elég szegényes volt itt a hangi környezet. Tehát, hogy lehet, hogy jobban kellene, hogy értsek ezekhez a dolgokhoz, de hát ennyire tudtam csiholni, vagy ennyi hangot tudtam csiholni most. Ami viszont tuti biztos, hogy sokkal jobb lesz, az az esti koncert. Tehát lehet, hogy vannak még itt köztetek, akik nem tudják, hogy ugyanezt, amit most itt láttatok, az a néhány szám, vagy közük párat, a Tündék el fognak énekelni az egyik színpadon, méghozzá a főszínpadon szerintem, úgyhogy menjetek és hallgassátok meg, azt hiszem, hogy 7:30-kor kezdődik, ha minden igaz, ha jól tudom, igen. Úgyhogy oda is szeretettel várunk benneteket, és nagyon örülök, hogy fel fogtok lépni. Tehát ez egy nagyon komplex program, amit most sikerült tető alá hozni, tehát filmvetítés, beszélgetés, lesz egy kis könyvbemutató, és aztán utána egy koncert. Az merült föl bennem, amikor én ezeket az anyagokat így még régen megnéztem külön-külön, hogy meg szeretném azt kérdezni tőletek, hogy először Tündétől, aztán Tibortól, hogy igazából melyik áll közel hozzátok? Most lehet, hogy ez hülyeség így elsőre, mert magától értetődőnek tűnik, de nem biztos. Szóval, hogy melyiket érzitek valóságosabbnak, vagy hitelesebbnek, vagy rólatok igazabbnak, Tündé? Hát én is sok szeretettel köszöntök titeket, önöket. A kérdésedre azzal válaszom, hogy nyilván az, amit én is szeretek. És méghozzá azért, mert bármikor, amikor visszanézem az utolsó filmet, a Hagyományos Árnyékában, akkor mindig tudatosul bennem az, mert így a hétköznapi életben így elsiklok ezek fölött, hogy mi volt régen. Viszont amikor még megnézem, akkor tudatosul bennem, hogy ez tényleg így volt. És hogy ez akkor ezt mennyire traumaként bizonyos dolgokat éltem át. És így, amikor például apukámnak van az a része, hogy majd, hogyha el fogja végezni, akkor még jövő időben beszéltünk arról, és hogy elvégeztem, és hogy sikerült, és hogy akkor lehet, hogy azt hittem, hogy lehet, hogy nem fog. És most meg így nagyon pozitív, és egy felemelő érzés az, hogy most így már vissza tudom nézni azt, hogy akkor hogy gondoltam, és most hogyan gondolom. Úgyhogy talán ezért áll a legközelebb hozzám, de egyébként a Lácsodromot is nagyon szeretem, tehát az is egy nagyon kedvencem, mert az a jó hangulat, meg az a pozitív kisugárzás, amit ott ad a Rostás család, az magával. Ön a zenének nevezted, amikor beszélgettünk telefonon. Igen. És hogy ugye most a Covid elég húzósan elhúzódott is, és mi sem tudtunk annyira közösen együtt lenni a családdal, és ez annyira most már nagyon hiányzik. Úgyhogy most már nagyon várom az alkalmat, hogy legyen egy hasonló, mert hogy szokott még lenni hasonló, ami szintén ritka, úgy gondolom, hogy a mai világban, hogy ilyen örömzenélések, alkalmak, amikor együtt vagyunk. Tehát ez a kettő. Pedig nagyon hát már a filmben arról beszélt, a Jancsó filmben, mennyire ritka már, hogy mindenki behúzódik, mindenki a tévét nézi meg, magnózik. Nehéz megmondani. Igen, de hogy én úgy gondolom, hogy a mi családunkban megmaradt. Tehát én nagyon pár, bocsánat. Igen. Tehát én úgy érzem, hogy talán, hogyha nem is az egész család, mert ugye nagyapám még 80
nyolcalmat a testvérek, hatalmat a testvérek, tehát nem mind a hat testvér és a gyerekek az unokáik, hanem inkább így a nagyapám gyerekei, tehát apukámnak a testvérei, azoknak a gyerekei, úgyhogy gyorsabban vagyunk, és ez így szűken megmaradt. Tibor, hozzád megyek el. Jó kérdés, nagyon. És köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát én azt gondolom, hogy hozzám közel áll minden, mert ugye érdekes volt egyébként, volt olyan részlet, amit én magam sem láttam még. Melyik volt az? Hát nagyon, amikor ugye a Jancsó Mikos kér a látogatás, és ugye Böjte úr is, azt a részt nem láttam. Viszont részese voltam itt gyerekként, amikor ott voltak, és hát felemelő érzés volt visszanézni nagyapámat is, meg ugye a régi felvételeket is, ám bár szoktam néha visszanézni, ebből úgy mondom, hogy táplálkozunk a kultúra iránt, néha olyan dolgokat veszek észre, amit be tudunk ültetni mai napig ugye a produkcióba vagy a fellépésebe, amit tudunk alkalmazni. De én azt gondolom, hogy azt, amit nagyapám elindított, ugye idős Ostrás Ferenc, ezt az egész tánc és zene mozgalmat, mert ő indított el, úgymond majd aztán ez egy tágabb családokra is kiterjedt, majd aztán ugye leszűkült teljesen a Rostás családi, és akkor az ő mindig arra buzított minket, hogy az unokákat is, a gyerekeket is, hogy folytassuk, csináljuk, és akkor részt vettünk nagyon sok fellépéseken, hála Istennek, ő volt az a motiváló erő, aki nem hagyta annyiba, mert hogyha látta az unoka nem akar, akkor erőszak is gyere ide, táncolj és csináld és énekelj is. És azt gondolom, hogy hát ugye a mai napig is jó, hogy egy kicsit szükebb, úgy mondva a csapatfelállás, mert ugye már sokan teljesen más dolgokat is csinálnak a családon belül, de úgy gondolom, hogy még egy páran így, főleg ugye én nagyon örülök annak, hogy itt Tündéke folytatta ezt az egész autentikus cigányzene éneklést, és nagyon örülök annak is, hogy hát úgy mondom, hogy belenevelkedett ebbe az egész zenébe, és hogy szereti és csinálja. Nem erőszakot soha, hogy neked csak cigány zenét kell énekelni, ugye popzenét is énekel, hál' Istennek. És hát nagyon sok fele jártunk mi a Láncsotron után, ugye akkor nyitott meg nekünk Európa, és akkor nagyon sok országba, hál' Istennek eljutottunk. Ahhoz képest, hogy megmondom őszintén, hogy szegények voltunk, és nem juthattunk volna el másképp, csak a film által, a zenén keresztül tudtunk eljutni olyan helyekre. Pont egyszer egy adott polgármester, aki még 90-es években, hát 90 után polgármester volt, mindig azt mondta, hogy képzeld el, nekem pénzem van, de sosem tudok eljutni azokkal a részekre, ahol ti, nektek nincs úgy pénzetek, de mindig eljutottok országokba olyan helyekre, ahol nevezetes helyek vannak, és pont ezért, hogy olyan annyi sok élmény, tényleg nagyon sok tényleg a családdal együtt lenni, együtt zenén, és nagyon sok színpadot megjárni. Csodálatos élmény. És a zene azt gondolom, hogy azért is szerettem volna a Tündikémet is, hogy ő is ezt folytassa, mert nagyon sok baráti kapcsolatra tényleg szert tesz az ember. Nagyon jó élmény. A zene összekovácsolja az embereket. És itt van az, amikor én azt gondolom, hogy többségi társadalmat is egy kicsit ugye elmozdítsa jó irányba, mert ugye általában a romák ugye a zenével tudják az emberekkel megszeretetni önmagukat többnyire, és akkor ez egy csodálatos dolog. Hát ugye arra nem beszélve, hogy mi nagyon örültünk Tündikének, amikor ugye az iskolát elvégezte, ugye mondtam is, hogy kérdéses volt, hogy a gimnáziumot elvégzi. Hát ez nem volt kérdése. De nem azért, mert rosszul még akkor nekünk az, hogy mennyire lesz kitartó, ugye abból a közegből, akik elmentek, azok annyira nem. Sokan ugye ott hagyták az iskolákat, és jó, magam is elvégeztem valamikor a szakmunkás képzőt, még akkor egyedül járt a cigányként, és valahol ez bennem volt, hogyha már én ennyit tudtam, akkor talán ő többet, és ezzel a gondolattal voltunk a feleségemmel is, hogy mindenképpen bármi áron, sokat dolgoztunk, meg tényleg nem voltunk gazdagok, meg most sem vagyunk annyira, de mindenképpen az iskolára összpontosítottunk, hogy ezt tudja elvégezni a gyerek. Most, hogy erről, amit most mondasz, az jutott eszembe, hogy van egy drámai pont a filmben, a legutolsóban, ugye a portréfilmről rólad készül, amikor elmeséled a sztorit, hogy nem sikerült.
Az első. És akkor a Karamellnek a zenéje, az végigmegy az egész filmen, és az a szálokat alatt szerintem eléggé szimbolikus, hogy az miért megy ott végig. Szóval az, az drámai pont, nem tudom, hogy neked is az, az-e. Igen, abszolút az volt, és a mai napig az, ezért mondtam, hogy az előbb, amikor beszéltem, hogy így, amikor visszanézem, akkor úgy tudatosul bennem, hogy ez tényleg akkor, akkor az mennyire rossz volt. Bár itt most nem emlékszem, hogy a filmben az előzmény is bele volt-e, mivel hogy az volt a történet, hogy én bekerültem egy olyan gimnáziumba, ahol 680 diák közül én voltam az egyedüli cigán. És az iskola történetében sem járt még oda cigán. És én azt hittem, hogy minden happy end lesz, és bemegyek, és ugyanúgy, mint az általános iskolában van, egy 98% cigán volt, hogy minden ugyanúgy fog menni. És bementem, és én voltam az egyedüli, aki sokkal barnább volt, de és más is volt. És nem volt. Tényleg nem járt rajtad kívül máshol a Polárcigány szervezésen. Polárcigány szervezésen. És hogy nem voltak barátaim, nem voltak ismerőseim, és nagyon nehéz volt. Mert teljesen kirekesztetnek éreztem magam, de nem feltétlenül a szervezésom miatt, hanem egy picit az is nyilván közrejátszott, csak a jelenem is picit ez a visszahúzódó, meg zárkózottabb volt, és bizony el kellett tennie erős 3 évnek, hogy egy kicsit feloldódjak itt, meg legyenek barátaim. És lettek. Amikor Tibor azt mondott, hogy nagyapád kezdte, akkor tulajdonképpen az van, hogy ő folytatott egy autentikus roma olátszigány botoló meg tánchagyományt, csak ő már, hogy mondják, intézményesítette abba az értelemben, hogy a Képlángot ő alapította meg, ha jól tudom. Igen, így van, Képlángot ő alapította meg. Mi volt ez a Képláng? Hát ez a Képláng abból állt össze, ugye, hogy úgymond a saját gyerekei voltak a csapattagok. Ugye volt a Mari néni a frontérekesünk. Tűnének a példakép. Igen, a példakép, ha így van, ugye apukám az a botolótáncos, illetve a táncos. Így a saját családjából állt össze, így a tagok összeálltak, és ugye ez a Képláng kezdett úgy kinőni magát, ugye, hogy jártak országon belül fellépésekre. Annó még igazán nem voltak megfizetve, meg tényleg örömből csináltak, meg mentek, zenéltek, nem is az volt a kérdés, hogy megfizetik, vagy nem szerették csinálni, mai napig szeretnek mulatni, vagy zenélni. Majd aztán ugye, ami mondom, hogy a láncsodon volt a kitörési pont, amikor azt mondtuk, hogy azt lehetett, hogy na, most kifele Európába menni egy kicsit, és abból észrevettük, hogy abból pénzt is lehet egy kicsit keresni. Hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban valamit, hogy filmben is meséltél, éppen az a rész nincs belevágva, hogy ugye teljesen egybeesett a ti karrieretek, külföldi karrieretek a világzenének egy ilyen fölemelkedő tendencia. Akkor kezdődött, 90-es évek, tehát a Lácsodromra azt mondják, hogy ez egy nagyon fontos ilyen mérföldkő, hogy ti találkoztatok a nemzetközi szintereken más országokból jövő roma csapatokkal, akik énekeltek. Igen, hála Istennek, igen, ugye a Lácsodromban is voltak több csapat, akikkel ugye mindig Flowcore fesztiválokon részt vettünk, ugye itt indiaiak, a spanyolok, itt a románok. Talán de Hajduk, így van. Ő is ugye az öreg, aki a Hegedűn a primán játszott, sajnos már elhúny. Csodálatos volt, hogy én is részt sem voltam, és élőre tudtam hallgatni ezeket a nagy zenészeket, illetve a csapatokat. És igen, akkor a 90-es évek volt az, amikor tényleg így Európát ez a zenei mozgalom, ez a cigány zene is úgy nagyon-nagyon élt. Itt ugye Budapestről is sok csapat, és ugye még akkor Sebestyén Márta csapatjával is találkoztunk. Ugye Franciaországban, Cité de la Musique-ban volt egy fellépésünk, ugye hát, hogy mi ahhoz képest egy kis csapat voltunk, de egy színpadon, és hát azon a színpadon szerepelhetünk mi is, vagy éppen a KIA, aki akkor nagyon futott, és nagyon tényleg nagyon nagy élmény volt olyan csapatokkal találkozni, akiknek nagy nevük volt, és mi ezen a kis filmnek keresztül úgymondva bejártuk úgymondva ezeket a nagy színpadokat, és nagyon nagy élmény.
tünde benned, ez mennyire konfliktus is ez a filmben végigvonul ez a dolog, hogy zene vagy szakma. Hogy ezt te összeegyezteted harmonikusan, vagy még mindig nincs, de eldöntve, hogy hogy lesz ez, kivársz, hogy van ez a dolog? Hát igazából összeegyeztetem, mert ugye hétköznapi életben dolgozom, viszont például most nyáron sok koncertünk volt, és ez általában hétvégére esik, úgyhogy így mindig pont jól jönnek ki a dolgok. Tök jó hallani. A dédnagyapád azt mondja, hogy ugye ezeket egy kedvenc részünk a téve, hogy a teve az ugye beviszi az embereket a szobába, már nincs estézés. És akkor közben olyan szépen keretezi az egész összeállítást, hogy a végén te meg azt mondod, hogy a Magnum hallgatod a karamát, meg az édesapádék zenéjét, hogy ez a Magnum mégis inkább valami a te történetedben már egy pozitív szerepet játszik. Jó figyeltem. Igen, abszolút pozitív szerepet játszott, mert hogy tényleg így kezdtem el énekelni, hogy hallgattam a kazettákat, hallgattam a zenét, és rájöttem, hogy imádok zenét hallgatni, és közben énekelni. És 9 éves voltam, amikor ez így tudatosult, hogy nekem ez valami nagyon fontos dolog. És ugye akkor még gyerekfejjel nem nagyon tudtam eldönteni, hogy mi ez, csak azt tudtam, hogy nekem erre szükségem van. És azután a szüleim támogatásával meg egyre erősítették bennem azt, hogy igen, ez az én utam. Igen. Közönség, ha van kérdésetek, akkor kérlek, tegyétek fel, vagy mondjátok nyugodtan. Itt az alkalom. Nekem is van még pár azért, de várok, mert hát ha van még valaki. Gabi, nyugodtan vedd le addig a maszkot, jó. Mert szerintem egy kérdezőnek annak joga. Jó, akkor élek a kérdező jogában. Akkor kérdezőnek inkább. Annyit szeretnék csak kérdezni, hogy be tudsz-e valamit a politikákból vinni a bakodában, gyerekek közé, hogy van a fogadókészség? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez már nem ön az első, aki kérdezi tőlem. Én dolgoztam még, mikor nem végeztem el az óvodapedagógiát, fél évet óvodában, aztán egy évet óvodapedagógusként, és ez még a vidéken, mert most már itt élek el van, de vidéken ott 50-50% cigány és magyar gyerek járt. És én mikor bekerültem oda, akkor nagyon tartottam attól, hogy én most az én kultúrámmal, mert egyébként nemzetiségi óvodapedagógiát végeztem, hogy hogyan fogom tudni bevinni az óvoda életébe, és hát nem vittem be, mert hogy a napi tevékenységeink annyira meg voltak már tervezve, hogy én évközben kerültem be, és nem igazán volt rá alkalmam, hogy bevigyem. Viszont most itt járom, vagyok oldalpedagógus, egy 2008 fős oldalában, és itt is vannak roma származású gyerekek. Milyen konkrétan olácigányok, romugrók? Nem sokat, mert március óta vagyok itt is, közben volt egy ide bezárások is, de én ott tudom, hogy romugró származásúak vannak többségben. És hát az az igazság, hogy az óvoda keretein belül van ez a kulturális, tehát a magyar etnikai kulturális csoportok tevékenységen belül támogatása, de még annyira nem terjeszkedtünk ki ebben. Tehát most egyelőre még a magyar szokásokkal ismerkedünk, a magyar kultúrával, aztán meg majd a jövőre idén, hogy lesz a cigány szokás. Persze, Gabi, nyugodtan. Persze, ilyen a szó. Másrészt, hogy négy és fél évet tartok itt órákat, de még egyetlen egy roma származású diákom sem volt, ami nagyon az szívem. 6 éve tanít az, Gabi. 6 éve. Egyet még is szabosan, ez azt jelenti. Szóval, hogy azt így másik oldalról mondom, hogy hát én is problematikusnak tartom, azt így belemondanám a levegőbe magunknak, hogy valamit csinálni kellene, hogy ez változni tudjunk.
Abszolút. Egyetértek. Ugye itt a dolog ez összetett, mert élünk egy Magyarországon, ahol hogyha roma identitásán egy hallgatónak, de mondjuk megvan az a lehetőség, hogy eltitkolja, akkor az esetek többségében nagyon sokszor nem beszél róla, és tudjuk, hogy miért. És amikor pedig kifejezetten erősen vállalja, például a Hodászi Csajok említette a Tünde és a Vajda Melindát, például aki a Rézműes Melindának a lánya, aki az ottani ház, roma tájházat vezeti, és az ő lánya a Vajda Melinda nálunk tanult, és a CEUM végez nem sokára. Szóval hogy ő viszont erős identitással rendelkezik, és hogy meg performálja és mutatja is mindig, ami nagyon fontos. Tehát, hogy ő, és voltak más hallgatók is, de igazad van, hogy egyáltalán nem sok. Tehát, hogyha én nekem mondjuk az Olán Orbit, meg a Melindát összeszámolom, és árembert, aki a közösségből jön és vállalja erősen, szóval mondjuk nagyon kevesen vannak, egy kezemen meg tudom számolni. Ennek az az oka, hogy Magyarországon teljesen egyenlőtlen az oktatási rendszer, és nem jutnak hozzá gyerekek ahhoz a lehetőséghez, amihez mondjuk Budapesten hozzájött egy középosztálybeli gyerek. Még akartam volna kérdezni a roma szakkolival kapcsolatban, hogy mondanál arról pár szót, mert az azt hiszem, hogy az egyik legjobb gyakorlat, ami Magyarországon működik, bár az igaz, hogy az is úgy kezdett működni, tudjátok, hogy a roma versitástól elvették pénzeket és odaadták egyházi roma szakkollégiumoknak, de közben azért folytatódnak ott a jó gyakorlatok, mondjuk éppen a Melinda szerint nem egy egyháziban járt, hanem a Lipai Balázs szakkoliban, ugye? Vagy az egyházi szakkoli? Nem abba jártál, akkor rosszul tudom, abba jártál. Mert azt szerintem az egy világi szakkoli. De hogy mesélj arról, hogy ott mit csináltok, hogy történik az oktatás, hogy segítik a diákokat és mi? Hát én most is tagja vagyok a szakkolinak, mert hogy most meg idén már második évesként kezdtem a romológia szakot, és a szakkollégiumba, amikor bekerültem, akkor igazából nem is tudtam, hogy mi fog történni, csak így hallottam, hogy van ez a szakkoli, lesz majd egy mentorod, segíteni fog, és amikor a való életből beültem, és bejött az a pedagógus, akitől én a legjobban tartottam az egyetemen, és megláttam ott tőlem fél méterre, és elkezdtünk beszélgetni, na akkor jöttem rá, hogy nekem erre szükségem van. És azért, mert a szakkori ad egy olyan hátteret, hogy ott tényleg, ha bármi problémát van, tanulási nehézséget, akár magánéleti nehézséget, mindenki ezt tudtam fordulni. És közvetlen kapcsolatom alakult ki a tanárokkal, sokkal jobban megértettem az anyagot, amit leadott a tanár előző héten 78 embernek, aztán leadta az ötnek, aki ott volt a szakkolin, és annyira segítettek, hogy én azt mondtam a vicó tanárunknak, hogy ha nem lenne a szakkolin, én valószínűleg nem lennék itt a hajtott összörülő főiskolán, mert hogy nekem szükségem volt a tanulási segítségre, mert egy picit azt gondoltam, hogy úgy éreztem, hogy háttérből indulok, és méghozzá azért, mert sok óvoda pedagógus, aki végez, az előtte óvodában dolgozik Dajka néniként, pedasszisztensként. Én pedig úgy mentem az óvoda képzőbe, hogy semmi közöm nem volt az óvodához 20 évig. És azt éreztem, hogy teljes háttalánból indulok, és kaptam egy csodálatos mentort, akit nagyon-nagyon köszönök a jó Istennek, a Szabó Henriet, aki készítette a filmet a tanárúrral, és hát nekem ő volt a legnagyobb támasz. Tehát annyira sokat segített, és minden. Tehát nekem olyan hátrányai voltak, hogy nem voltak szakirodalmaim, nem voltak könyveim, semmi nem volt, ami kellett egy egyetemistának, és jött a Henri, meg jött a szakkor, és minden. Tehát volt, amikor felhívtam, hogy Henik kellene egy szakirodalommal, nem tudom milyen anyaghoz, és lement a könyvtárba, és lefotózta nekem, és küldte át minden, de hogy nekem még ott a környékünkön nem is volt könyvtár. Tehát még a lehetőségem se lett volna meg.
és ő segített nekem a legtöbbet tanár úr mellett. Úgyhogy nekem igazából a szakkori, amikor a szakkorira gondolok, akkor Bucó tanár úr és a Szabó Hányért jut eszembe, de tényleg ők segítettek a legtöbbet. Illetve a többi tanár is nagyon is csinálnak olyan programokat és olyan kutatásokat, amik életre szólnak. Tehát voltunk külföldön kirándulni, mentünk kutatni cigánytelepre, fotókiállítást rendeztünk, cigánybál volt az egyetemen, hihetetlen cigánybált rendeztünk, illetve egyik legszebb időszakát töltöttem a szakkoriba. Gyökeres ellentét a gimis éveknek. Abszolút. Abszolút. Igen, és hát igen, tehát vagy félő, amikor egy ilyen rossz után megint bekerülsz egy még nagyobb intézménybe, és hogy eljött mi lesz, és még több ember, és még több tanár, és mi fogod várni rám, és teljesen az ellentéte volt, igen. És beszéltük is egyébként azt a Henryvel, meg a tanárunkra, hogy lehet, hogy vissza kellene menni oda a gimibe, és akkor megnézni, hogy hát ha változott ott valami. Nem biztos. Hát, lehet, hogy ott is be kéne vezetni olyan programokat, amik miatt otthonosabban éreznék magukat, mondjuk a roma közösségből jövő tanulók. Mert lehet, hogy ez például hiányzott, mert nem képezi az oktatás témáját vagy rendjét mondjuk a helyi cigány hagyomány ismérben, ugye ezt meg lehet kérdezni. Igazából nekem nem is az volt a bajom, hogy mert egyáltalán nem éreztették velem azt, hogy cigány vagyok, a pedagógusok egyik sem, hanem inkább a diákok. Tehát én voltam 9-es és volt a 12-es, aki állandóan leszólította a folyosan, hogy ne itt a cigány. A Bicó, most egy pillanatra Bicóhoz visszakanyolva, tehát nyilvánvalóan ezekhez a traumatikus élményekhez képest a roma szakkoriban meg teljesen pozitív dolgok, olyanok vártak téged, amikkel teljesen azonosulni lehetett. És a Bicó most, hogyha itt ülne, akkor elmesélni azt nagy, hogy mondják ezt ilyen energiával, hogy szokta, hogy ez igazából ez az alkalmazott antropológia, ami az egyik legfontosabb dolog, ami történhet Magyarországon, hogy azok a roma szakkolisok, akikkel ők dolgoznak, ők saját maguk származási helyén folytatnak kutatásokat, és ugye az lenne a cél, nem erőltetett cél, de van egy ilyen cél, hogy aki akar, az segíteni abban, hogy visszamenjen és mondjuk ott helyezkedjen el, és vigye a példaértékű önmaga életét vissza abba a közösségbe. És hát a Bicóik ezen dolgoznak. Szerinted az, hogy a Henny volt a kamera mögött, vagy hát a Gábor meg a Henny együtt csinálták, hogy az látszik a filmen? Tehát, hogy mennyire tudtál ellazulni, vagy milyen élményeid fűződnek a forgatáshoz? Hát én majd napig emlékszem, hogy Bicó tanárról első beszélgetésünk hogyan zajlott. Én akkor itt Franciaországba utaztam ki egy koncertre, és a szakkori egy filmklub volt este, és oda mentem, és elmondtam, hogy tanárról én nem tudok legközelebb jönni, és megkérdeztem, hogy hát miért? Hát kiút az Franciaország, és felcsillant a szemesnek, hogy hát hova utazik? És elmeséltem neki az én kis zenei történetem. És már második találkozásunkra viszont felkért a filmre. Nem tudta? Tehát nem ismerte a te történetet? Nem ismertük egymást előtte, így a szakkorin is ismerkedtünk meg, és már második találkozásunkkor pedig a folyosón állított meg, hogy filmet szeretne készíteni, amire teljesen le voltam működés, és azt mondtam, hogy persze, benne vagyok, viszont akkor én nem ismertem annyira őket. És picit tartottam a forgatástól, meg egyébként sem szeretek annyira beszélni. Úgyhogy talán ezt nagyon jól tudja viccoltanáról. Tehát akkor még azt mondom, hogy bár nagyon rokon szemes volt tanár, és nagyon kedves, és nagyon bátorított, de még akkor annyira nem ismertük egymást a filmforgatásnál, és így az évek alatt egyre jobban is, és azt mondom, hogy egy nagyon szoros kapcsolatot ápol a családunkkal, a Henny is, és a tanárul is. Visszajönnek hozzátok? Igen, épp most voltak vasárnap, mert hogy azóta készítettek egy másik filmet is, bár abban én már nem kaptam szerepet, mert már itt lakom fent, de a bukámékkal készítettek filmet, és egyébként igen, tehát szoktunk találkozni. Mi lesz ezeknek, Tibor, ezeknek az új filmeknek a témája?
Hát itt kimondottan a zene és a tánc, hogy a zenén belül ugye milyen zenék vannak, milyen stílusban játszunk, tempó, tánccal kapcsolatosan vannak az ütemek, a hangszerek milyen szerepet töltenek be, ezekről lesz igazán szó, és maga ugye a zenéről, hogy tényleg jó kis felvétel, visszanéztük már. Mondtunk meg egyszer? Ott is van egy. Ja, a YouTube-on. Fönt van a YouTube-on, már fönt van. Igen. Akkor ezek szerint, amit te veled fogadtak tünde, az még a kapcsolatotok a Vicó, meg a Romaszakorúval való kapcsolatotok az elején volt, és akkor később teltek az évek, és úgy kerültetek egymáshoz közele. Viszont akkor azóta is már ők visszajárnak hozzátok is forgatókönyvet. Azért is kérdeztem egyébként azt, hogy egyébként nagyon érdekel, hogy ezek az öt film vagy mozgókép közül melyik van. Nyilván azért bizonyos szempontból nem hülye kérdés volt, melyik van közelebb, hiszen nyilván az ember látja a nagyapját vagy a dédapját egy arri felvételen, akkor az közel van. De ilyen részletekre gondoltam, hogy mondjuk van a hajós a dobozban című műsor, és ugye jön a rokonság a mamának a szűnnapjára, és bevágnak egy balkáni részfúgós zenét, ahogy jönnek. És akkor nekem az jutott eszembe, hogy amikor mi azt néztétek, akkor milyen véleményetek volt erről a dologról, hiszen tudod, amikor valaki cigányokra gondol és zenére, akkor a Kusturica filmek óta mindenki a részfúgósokra gondolt, de ez totál nem autentikus ez esetetekben. Hogy mit gondoltok erről a dologról? Inkább te. De aztán te is mondtál. Hát én úgy gondolom, hogy erre egyébként nem annyira figyeltünk oda, hogy ott pont egy balkánzene megy. De lehet, hogy ezt a film összefoglalva egy szakmai szempontban. Most én ilyen laikusnak érzem most magam, mert hogy ezt nem vettük észre, és hogy talán azért nem vettük észre, mert hogy annyira rákoncentráltunk, hogy jaj, most jól beszéltünk, nem jól beszéltünk. Persze, jól nézünk ki, nem jól nézünk ki. No. Nem, abszolút értem. Most, hogy laikus vagyok ehhez, az is, és nem vettem észre, de hogy lehet, hogy ez a film, igen, filmkészítésnél egy szempont. Lehet egyébként, hogy műfaj válogatja. Tehát most azon gondolkodtam, hogy tök szívesen megkérdezem a közönséget, hogy mit gondolnak, szavazzunk, hogy ez autentikus volt-e, vagy nem autentikus, hogy egy ilyen TV2 szórakoztató riportműsorban ez tökre elmegy, vagy szerintetek gáz, hogy ennyire összekeverik a cigány hagyományokat. Tudni, én nekem lenne egy érvem, tehát én azt mondanám, így tulajdonképpen egy kicsit ilyen provokatívan, hogy ez azért nem, azért gáz, hogy ilyet csinálnak, mert a népben, a többségiekben azt a képzetet keltik, hogy minden, az összes cigány egy rokonság ugyanoda tartoznak. Holott nagyon jól tudjuk, hogy nagyon nagy tagoltság van, különböző csoportok vannak, a balkáni részfúvosok azok nagyon messze vannak az olá cigány borsodi hagyománytól, vagy szabolcsi hagyománytól, ezt akartam mondani. Tehát, hogy bizonyos, ez mondjuk egy olyan név, ami azt mondaná, hogy itt valami nagy egységesítés folyik a TV2 részéről. De biztos van olyan, aki azt mondaná, hogy ne akadjunk meg ilyen kis részletem, tehát hogy most mit ízérek itt. Mit gondoltok? Vagy... Mert oké, ha azt mondjátok, hogy nem probléma, akkor nem túlesek rajta, szóval ez nem... Hát lehet, hogy probléma, de szerintem nem volt, lehet, hogy ennek van egy olyan szándék, ami nekem nem tetszik, de... Bele kell, hogy hallatsz-e, amit mondok. Szóval, hogy reflektetek magamban arról, hogy egyébként, hogy az asszociáció az, amit szeretnének mozgatni. Tehát, hogy a filmet valószínűleg sokan látták annak idején, és akkor van erre egy ilyen érzésvilág, amit el lehet indítani, de ez csak egy feltételezés. Egyébként szerintem gáz és egy tehetségtelen szerkesztő rossz döntése. Azért szerintem is tud kurázsi, ennyi volt. Hát igen, szóval így a könnyebb irányban. Csak lesz egy feljutókra. Igen, szóval valószínűleg hát a gazdagság ezen az oldalon adott, úgyhogy lehetett volna más is, és akármilyen hangzásban is találhatnak valamit, ami passzol és mégis asszociál munkat. De ilyenkor szerintem megáll a képzelő sajnos. Igen. Egy gáz. Mit gondoltok? Te egyébként mi a véleményetek a hajós műsorról? Mennyire tudtuk, mennyire láttátok jól? Mármint, hogy most ettől a részlettől eltekint vagy. Jó volt amúgy, az a buli jó volt, amikor ott volt az a csapat? Mennyire tudtatok feloldani? Nagyon jó volt, én minden percét élveztem.
Maga az nagy sztori volt, hogy nagy nyíraságba ellátogat a Hajós András, de hogy egy nagyon jó embert ismertünk meg az ő személyében, és tényleg nagyon pozitív volt. Az is nagyon jó volt, hogy volt egy alkalom, hogy megint összejöjjön a család, és újra együtt legyünk, mert tényleg nagyon jó hangulatú volt, és segítőkész volt az András, tehát mindent fogadott, pozitívan, levő volt mindenre, úgyhogy bennem abszolút jó érzések vannak, amikor rágondolok erre a forgatásra. Tibor? Hát, igen. Jó barátok lettetek. Igen, jó barátok lettetek. Nagyon nagy kérdés volt egyébként, mielőtt ugye szóltak, hogy jönnének forgatni. Jó magam, bele se gondoltam, hogy ez médián keresztül, hogy fog lecsapódni a többségi társadalomnak, ugye mit fog ez közvetlen, hogy jó vagy rosszabb. Ezzel többen is foglalkoztak egyébként, azt néztem a YouTube-on egy ilyen, kielemezték ezt az egészet, hogy ilyen kereskedelmi csatorna, hogy mit akar bemutatni. Ugye tudjuk jól, hogy Hajós egy humoros ember, hogy nem csinál ebből az egészből egy viccet majd, és hogy fogunk ebből kijönni. Ez így utólag csapódott nekünk is, hogy ezzel mi jót tettünk, vagy rosszabb. Így sokat elgondolkodtunk aztán, hogy adtuk önmagunkat, ezt a családot, és akkor hogy fog az embereknek, mit fog ebbe az irányba jót vagy negatív dolgokat mutatni erről az egész családról, vagy illetve a cigány kultúráról. De én azt gondolom, hogy egyébként annyira rosszat nem. Biztos, hogy mint ahogy most is mondtad, hogy ezt a balkáni zenét erre csak most figyeltem. Egyébként tényleg annyira nem volt nekem úgy nézőpont vagy a hallásba, de úgy csak belecsapódott az a zene, igazad van, talán igen, nem volt oda idő, én is azt gondolom, mert lehetett volna más zenét is belakni, egy autentikus cigány zenét, akár egy Szabolcsit, vagy akár egy magyarországi zenét, na mindegy. És hát én azt gondolom, hogy a negativitással nem volt semmi a filmnek. Én azt gondolom így utólag, hogy talán biztos részletekben lehetek volna jobbat kihozni, de azt gondolom, hogy azért pozitív dolgokat tudtunk vele az emberekkel megértetni. És azt gondolom, hogy ez az iskolával is kapcsolatosan, a zenével is, meg ugye igazából tudjuk ennek a történetével, hogy mit tudott elérni. A zeneileg is, meg ugye a tanulásból is. Azt néztem egyébként, hogy ott a Hajós műsorban, egyébként a Tünde egyetértek veled, én nem ismerem személyesen, de azt gondolom róla, hogy ő egy, lehet ilyet mondani, egy médiatanszéken rendes ember. Tehát ezt, hogy az Istenben tudom ezt megállapítani, amikor nem ismerem, de azt gondolom, hogy hiteles ember, tehát nem hozza a celeb, nem tudom micsodát, hanem gondolkodik és befogadó ember. És ez szerintem a műsoraiban is lejön, bár olvastam róla a kritikát, hogy nem mindig működött jól, de hogy én, nekem is az a véleményem, hogy ez úgy tükrözte, hogy úgy kialakult köztetek valami bensőségesség, amennyi ennyi idő alatt ki tud alakulni, és hogy ő is mondta, hogy ugye felmerülhet, hogy ironizálna, de hogy ő ezt ettől kifejezetten távol akar magát tartani, mert hiszen attól, mert kultúrát kívülről látunk, attól, hogy mi nekünk abba bele lehet menni, és hogyha befogadnak, akkor ezt el lehet fogadni nekünk. Nagyon érdekes, hogy egy tehetségkutató mini jelenet van ebben a filmben. Tehát nekem azonnal az jutott eszembe, amikor leül, elkezdesz énekelni a Hajósnak, és a Hajós véleményt formál. Ez tök érdekes, hogy ezt a faszit, ezt onnan ismerjük, hogy ilyen tehetségkutató műsorban ott ül a zsűriben. És akkor ott viszont beült a nappaliba, és csinált egy ilyet. Csináltatok együtt egy ilyet. Mit gondolsz az ő véleményéről, amit ott elmondott? Hát abszolút egyetértettem az ő véleményével, sőt a mai napig is néha így érzem magam, ahogy ő ezt mondta. Akkor nekem, amikor ő ezt mondta, akkor annyira szent volt a szava, mert hogy Úristen, hát a Hajós András, aki pont ez az, hogy annyi embernek adott már tanácsot meg annyi embert hallott már. De egyébként teljesen igaza volt, tehát akkor kezdtem el a zeneiskolába járni, akkor alakult ki a zenei identitásom, ha lehet ilyet mondani, és teljesen egyetértettem le, és annak is örültem, hogy nem csak agyon dicsért, hogy jaj, de jó hangod van, hanem azt is mondtam, hogy néha azt érzi, hogy kijön
csak úgy törnek ki belőlem, tehát ez is nagyon tetszett, hogy mondott valami olyat, hogy, hogy akkor máskor meg teljesen arra összpontosítottam, amit ő mondott, hogy a hajós ezt mondta, úgyhogy, hogy ezt ne csináld. És igazán abban, amit mondott, hogy választani kell? Tehát nincs hibrid vagy keret repertoár, nincs pop meg hagyomány egyszerre, hanem akkor valaki akar valamit, akkor csak az egyiket. Ebben nem értek egyet, és pont azért, mert én vagyok ebben a példa. Azért, mert én szeretem nagyon a populáris alatt, én nagyon szeretem a mindenféle stílusnak hallgatok, és szeretek is minden zenét. Viszont nekem ott van a másik vonal, ez a hagyományőrző zenék. És az az érdekes, hogy én amikor 10 éves voltam, akkor minden volt a Beyoncé, a Shakira, a Whitney Houston, és most meg... I will always love you, ugye? Igen. és hogy aztán elkezdtem egy olyan útra járni, hogy Magyarországon sokkal több hagyományőrző koncerten volt, mint populáris. Mert ugye populáris zenében már annyian utaznak Magyarországon, hogy egyszerűen lehetsz te nagyon nagy énekes, de annyira nehéz kitörni vagy megmutatni magad. Vagy szerencse kell, így van. Igen. És a hagyományőrző dalokban viszont azt kell, hogy nagyon kevés a belemetítős lány énekes. És ugye elkezdtünk zenélni hagyományőrző dalokat, és csak hívtak, és azt vettük észre, hogy úristen, tele vagyunk koncertekkel, de egyik sem popzene. És annyira megszerettem, és ezt a ruhát is annyira szerettem, és rajtam volt ott a forgatáson is, és hogy azóta is megvan, és ugye elkezdtem imádni ezt a vonalat, a cigány népviseletet, a cigány zenét, és sokkal kényelmesebben érzem magam, ha cigány dalokat kell énekelnem, mint már populárisak, de attól függetlenül szeretem azokat is. Nagyon sok magyar néptáncos. Igen, és egyébként igen, tehát azért, mert hogy nagyon sokszor néptáncosokkal járok, néptáncosoknak zenélek, és 7-8 évben csak van egy blokk, ahol cigány tánc volt. Értem. Tehát, hogy vannak olyan események, mint például most ez már szeptember 18-án a Skanzerben, már vagy 5. éve vagyunk ott minden évben, és ott is van egy ilyen cigány blokk, amit előtt mondani. Nem, a Szentendőr. Szentendőr a Skanzerben? Igen. És ma még egyszer a dátumot? Szeptember 18-19. Tehát ott leszünk is, és hogy annyira megszerettem ezt a vonalat, hogy mind a kettőben utazom igazából. És most egyébként a koncerten is hallható lesz egy populáris dal, és meg sok cigánydal. Megelőzted a kérdésemet, hogy a koncerten mi lesz, de akkor keret lesz, tehát hogy lesz mindenféle. Lesz egy mentetetés dal. Oké. Visszafordulok a közönséghez, hogyha bármi van, Gábor, akarsz kérdezni? Hiszem a mikrofon. Köszönöm, hogy jöttetek el, hogy dolgokat mondhatok, mert azért értem, hogy a közösségetek az hogyan reagál mindenre, mit szól ahhoz, hogy végül is ti egy médiában megy, ami képviselő életeteket a cigányságnak. Van ennek hatása a közösség és a kapcsolatotokra? Sziasztok! Én úgy gondolom, hogy ott Nyírvasság egy kis közösség, egy 2200 fős közösség, és én úgy gondolom, nagyon pozitívak felénk, és nagyon büszkék, ha lehet ilyet mondani ránk, és egyáltalán nem érzem azt, hogy bárki miatt esetleg másképp tekintene ránk, vagy azt gondolná, hogy nekünk úgy de jó. Igen, azt gondolják, hogy úgy de jó, mert tényleg jó, de hogy nagyon büszkék rá. És nagyon sok olyanban ütközöm, hogy mesélik, amikor hazamegyek, hogy találkoztak egy emberrel, akinek elmesélték, hogy én óvónő vagyok, hogy cigányóvónő vagyok. Tehát nagyon pozitívok, és nagyon szeretik a zenéket, én úgy gondolom. Ez egy nagyon jó pozitív. Igen, hát hála Istennek a nagyobb része pozitívan fogadja ezt az egészet. Ugye ezt azt tudni kell, mert hát emberek vagyunk, hogyha valaki sikert ér el, vannak emberek, akik ennek nem örülnek.
ilyen is van ott a közösségben, nyilván ez az igazság, hogy, hogy ugye látva az, hogy valaki mondjuk médiában szerepel, vagy akár sikertére, vagy iskolát tud ugye elvégezni, nagyobb iskolát, ennek nem annyira örül mindenki. De hála Istennek van egy réteg, aki tényleg lelkileg is, meg elkölcsön minden, hogyan jó beállítottságú, és örül ennek, és örül a sikernek, az, hogy egy cigány kislány ki tud törni abból a közegből, és példát mutatva, és én azt gondolom, hogy majd ez nagyon sokban befolyásolja ugye azokat a fiatalokat, akik még csak majd most kezdenek elmenni tovább tanulni, és ez kell, ez a motiváló elő, hogy minél többen ugye tudjanak elvégezni nagyobb iskolát, tudjanak sikert elérni, hogy azt a gyerekeket is motiválni arra, hogy igen, te belőled is lehet valami, ha tanulsz, akkor van eredménye. És ugye én azt gondolom, hogy Magyarországon és a többségi társadalomnak is fontos ez, meg szükség van rá, hogy, hogy minél többen befogadják. Ugye nagyon nagy kérdés ez a, ugye a cigányok, vagy a romákat ugye elfogadtatni, főleg úgy lent ugye Szabolcs, meg ezek a vidéki területeken nagyon fontos számomra is, hogy, hogy minél több cigány tanulja, illetve énekeljen, mutassa a jó példákat, ahogy általában sajnos a média negatív dolgot mutassa be mindig. És ez nagyon jó, hogy ilyen pozitívumokat be tud mutatni. Igen, tehát pont egyet szeretnék érteni vele, Tibor, hogy ez az öt anyag, amit most itt összevelünk megnéztünk, ez tulajdonképpen ez a azon anyagok közé tartozik, ahol pozitív kép pozitív képként ábrázolódik egy közösség, és nem csak a közösség, hanem annak kifejezetten arcot kapnak a résztvevői, tehát nem a megszokott. Itt nagyon sokat beszélünk ebben a teremben is arról, hogy mik a sztereotipikus ábrázolások, amikor nagy tömegekben ábrázolnak nem csak cégeket, hanem menekülteket és bármi mást, akiktől így jó távolságot lehet tartani, de ezek az anyagok így egyszerűen arcot adtak az embereknek, és karakterek lettek, individuumok. Úgyhogy ebből a szempontból kifejezetten pozitív példa. Mit látsz tünde, hogy a faluban vannak lányok, fiúk, akik a te utadra lépnek, ami egyébként tegyük már hozzá, nagyon örömös út, mert kevés segítséget kaptál, tehát jóformán te egy ilyen self-made woman vagy, tehát egy olyan nő, aki magát alkotta meg, mert jó lett volna, hogyha már az általános suliban is vannak olyan mentorok, akik aztán, akikkel igazából csak az egyetemen találkoztál. Tehát bocs, a hosszú kérdésért, tehát hogy mi van a fiatalokkal, nálad fiatalokkal? Hát miután bekerültem az egyetemre, utána én jártam az általános iskolába vissza, és volt alkalmam beszélgetni a fiatalokkal. Egy valakiről tudok, aki az én utamat fogja követni, pedig itt a nézők között, a húgom, ő biztos. De egyébként igen, tehát jártam vissza és beszélgettem fiatalokkal, csak remélni tudom, hogy esetleg lesz olyan, aki még szeretne elérni álmokat, szeretne elérni célokat. De egyébként úgy látom, hogy akik most kijönnek az iskolába és mennek középiskolába, hogy ők már elvégzik, hanem az érettségített szakmát, igen, tehát sok ilyen van, aki elvégzi. De azt nem tudom, hogy én vagyok a motiváló erő, bízom benne, hogy én is valahol közrejátszok. És mi van a botolóval, Tibor, hogy azt mit látsz, hogy az átadják-e egymást a generációk? Az hogy működik? Hát igen, nagyon nehéz kérdés, mert úgy olyan szempontból, hogy ezt a botoló táncot ugye egyre már ritkában táncolják. Következő filmben ugye, amit majd már fel van YouTube-on, itt Tanár Udék meg Henny ugye kutatás végez ezzel folyamatosan, és ott van egy mondjuk egy kis cigány gyerek, aki botol. Hát ugye az elmúlt hónapokban vettem én is észre, hogy ő nagyon szeret táncolni, és botol. És nekem is ez egy hihetetlen volt, hogy még van gyerek, cigány gyerek, aki botoló táncot akar táncolni. Lehet segíteni mindenféle táncszakkörrel. Igen. Úgyhogy egyre ritkább is, és aztán is mondom majd a filmben is, hogy sajnos azt mondom, hogy egyre ritkább a fiatalok között, aki egy az, hogy autentikus zenét akar énekelni. Mert azt gondolja, hogyha pop, nem mulatos zenét énekelnek, akkor tudok csak megélni.
Szóval az a trendi most még az, azok mennek buliba. És nagyon örülök annak tényleg, hogy vannak ilyen emberek, ugye mint a Picó Gábor, meg a Henné, meg különböző ilyen úgymond értelmiség, aki beleállt az egész helyzetbe, és bátran meri vállalni ezt a kutatást, és tényleg ad ennek szintet, meg megmutassa, mert hogy ezek a gyerekek, én azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy ez a kultúra elveszett. Valahol azt gondolják, hogy nem kell ez már, nem kell az, hogy kiálljunk egy teljes kannával, egy gitárral, mert ebből nem, semmit nem lehet kezdeni. Én igazán azt mondom, aki Európát bejárta, hogy egyszer mi próbáltuk Franciaországot, nem kell itt gitározni, hát fáj a karunk egy órás koncert, hanem kell itt billentyűt hozni, meg elektromos, mit tudom, és azt mondták volt, hogy akkor szó ne legyen róla, hogy mi menjünk. És hogy mennyire fontos ez mondjuk a nyugati társadalomnak, hogy ott kivinni a cigány zenét. Ám bár ugye jó, a magyarok is szeretik hallgatni a cigány zenét, meg az autentikus zenét, de nagyon furcsa volt, hogy ott imádják a cigány zenét, és hogy szükség van erre. És mondjuk nekik, hogy szükség van, hogy a gyerekeknek tovább vinni ezt, tanulni kell. Hát de sajnos nagyon nehezen lehet ezt a kultúrát bevinni itt a cigányok, a cigány gyerekek között is. Ugye járom mi az országot, meg több csapatban bent vagyunk Tündikével, ugye nagy ecsettől kezdve sok helyen, és akkor ott is látjuk azt, hogy egyre kevesebb a táncos, egyre kevesebb az énekes, egyre kevesebb a zenész, aki az autentikus zenében részt venne. És ugye ez nagyon nagy probléma, és ennek ugye hangot kell adni. És nagyon jó lenne a több helyen, mondjuk Magyarországon is, nem tudom, hogy kik felelősek, vagy kik foglalkoznak ezért, ezzel a dologgal, hogy ennek adni beszélet. Pénzt kell adni az általános iskoláknak, hogy csináljanak táncszakkört. Vagy akár igen. Szerintem ez annyira egyszerű, mint a igen. Már ott igen el kell kezdeni, én is azt mondtam, hogy valahol igen, ott kellene elkezdeni, hogy ezt beültetni. A hagyománynak kell segíteni, hogyha már modernizáció van, és nem biztos, hogy a külső körülmények segítik, hogy fennmaradjon. Te egyébként tudsz, Tibor? Tudsz? Botolót? Hát azt mondom, hogy annyira nem tudok. Egyébként a Fatero a filmben, amikor nagyapámmal éppen botol érdekel. Nagyon veszélyes, nem? Hát veszélyes. Egyébként régen fiatal, amikor bekerültem a kéklám együttesbe, akkor még táncoltuk a botolós. Aztán igazán zenész lettem, gitároztam, meg énekeltem, de úgy nehéz, hogy veszélyes egyébként a nőnek veszélyes, aki éppen közé megy a két botolós közül, megállítja azt a úgymond a harcot. Igen, meg van olyan, hogy a bot menet közben összecsapásnál eltörik, volt olyan apukám Franciaországban, hogy összeütötték a botot, és akkor a néző közönség nyilván repült egy darabja, szerintük, hogy valakit eltalál. De nem, hát Istennek. Szóval így ilyen szempontból. De egyébként ugye nagyapám népművészeti filmmesteri címet, hál' Istennek megkapta, és tényleg egy kiváló botolós táncosok, ők nagyon szerették tényleg, és náluk ugye ez a tánc meghatározott, de az a problémát, hogy nem tudunk utánpótlás ebből sajnos generálni. Van egy kisfiú, aki botol, már az is egy élet. Igazságban. Igen. Kicsit beszélgetni erről, ami még annyira össze van csomagolva, hogy szerintem a Lilinek sem sincs még példája, csak a Tündének van, a Tünde kapott. Igen, mert én amúgy arra gondoltam, hogy akár lehetne azt, hogy így körbeadjuk. Igen. Kell a mikrofon? Vagy? Kell, mert a remetekben. Ez szerintem nagyon jó ötlet, hogy adjuk. Hogy legalább így valamennyire bele lehessen nézni, hogy és nézegessétek meg, mennyire tetszik. Viszont ebből a másikból, ebből biztos, hogy tudunk adni, hogyha valakinek kedve van olvasgatni ilyesmit, ez a Roma Kép Műhelynek a két kiadványa. Arról most nem lesz szó, mert az egy régi ügy, régebbi, viszont erről most beszélgetnénk pár szót. És a legelső, amit mondani szeretnék, hogy én a magam részéről nagyon le vagyok nyűgözve, mert most fogtam először a kezembe ezt a könyvet, és... Hallottam? Föl kell pöccölteni.
segít. Beszéljen be. Én is. Tehát, hogy a Lili is most teszi a kezébe először. Ez csak röviden beszélnék ennek a könyvnek a történetéről, hogy értsétek ennek a kontextusát a dolognak. Szóval, 2011 óta van ez a filmklub, aminek most tulajdonképpen ti is a részesei vagytok. Tehát ez egy külön kiadása volt a Romakép műhelynek, ez az ELTE Média tanszékén van, és minden tavasszal csináljuk meg. 2011-ben kezdte el a kollégám Pócsik Andi, aki azóta már nem dolgozik itt, és átadta nekem ezt a filmklubot. Tehát én 2016-ban, akkor már pár éve együtt csináltuk, átvettem, és azóta azt nem mondanám, hogy én vezetem, mert ugye ez egy közösségi filmklub, az aktuális hallgatókkal, akik fölveszik ezt, mint egyetemi óra, velük együtt csinálom. Tehát, hogy nem én vagyok a vezető, hanem én ilyen koordinátorszerűség vagy menedzser, vagy nem tudom, minek lehet mondani, de egyébként mindig 10-15, inkább 15-20, a múlt évben 30 emberrel működik ez a szeminárium. Kicsit hasonlít ahhoz, illetve szerintem nagyon hasonlít ahhoz, amiről a Tünde is beszél, és a Tünde is részese volt a Lippai Balázs szakkoliban, tehát filmeket vetítenek, olyan filmeket, amelyek valahogy érintkeznek a magyarországi romáknak, roma közösségeknek, személyiségeknek a sorsával, és aztán megbeszélik közösen. Ott ráadásul kiegészül az egész egy filmkészítéssel is, tehát ott forgatnak filmeket, itt nálunk ez még most kezdődik tulajdonképpen, egy pályázatnak köszönhetően. És készültek ennek a Romakép műhelynek a beszélgetéseiből, tehát hogy minden egyes filmvetítés beszélgetés követ, készültek felvételek, és elképzelhetitek, hogy az elmúlt 10 évben minden évadban volt mondjuk először 12, aztán utána már csak 6 film és beszélgetés, az azt jelenti, hogy körülbelül lett egy olyan, szorozzuk be 10-szer a 12, lett egy olyan 180 beszélgetés felvétel, ami mind a YouTube-on van. És ez egy, mindig úgy tekintettem rá, mint egy halott archívumra. Tehát ott van fönt a YouTube-on, mindig látom, hányan nézik, 2, 3. Tehát, hogy igazából azok látták, vagy azok, akik részt vettek ebben, mint beszélgetők, partnerek, moderálók, közönség az adott programon, de hogy utána ennek nem volt valahogy élete. És akkor az jutott eszembe 2 évvel ezelőtt, hogy mi lenne, hogyha ezt megpróbálnak ezt a filmprogramot átfordítani valahogy könyvbe. Tehát hogy lehet lefordítani egy filmprogramot könyvbe? És az jutott eszembe, hogy ez egy ilyen augusztus, tulajdonképpen tényleg 2 évvel ezelőtt volt, hogy mi lenne, hogyha esetleg ilyen képregényszerűen a film egyes képei megjelennének a könyvben, és ugyanúgy megjelennének a film alatt azok az emberek, akik beszélgetnek ezekről a képekről. És akkor tulajdonképpen így szimultán, párhuzamosan követi egymást a filmkép, meg a filmklub, ahogy beszélget a filmképről. Na itt a lényeg nyilván nem annyira a filmklubnak a képe, mert ott ülnek emberek a kerekasztalnál és beszélgetnek, hanem itt az a lényeg, hogy olvasható az, amit mondanak. Tehát mi kiválogattunk részleteket, pontosabban az volt a kérésünk az egykori romakép tagokhoz, ahhoz a 250-300 emberhez, hogyha van kedvenc részük abból a beszélgetésből, amiben ők egykor részt vettek, mint partnerek, tehát ott ültek, ahogy most a Lili, vagy a Tibor, vagy a Tünde, és beszélgettek együtt egy filmről, tehát hogyha van kedvenc részletük, akkor küldjenek egy 10 perces részletet. És ez a 10 perces részlet került bele a könyvbe, igaz, hogy annyira nagyon sok munka, hogy igazából 6 programot tudtunk feldolgozni. Hát képzeljétek el, mondjuk a 150 programból, ami az elmúlt 10 évben lezajlott, ebből mondjuk 6 programot tudtunk feldolgozni. Hát mérhetetlenül kicsi, de arra jó, hogy jelezze, hogy próbáljuk meg vizualizálni, tehát hogy képivé tenni ezeket a beszélgetéseket, amiket mi igazából rendkívüli módon élveztünk. És mondom, mindegyik megnézhető a YouTube-on, de hát ugye az emberek többsége érthető módon egy másfél órás beszélgetést egy filmről, amit esetleg nem is látott, úgy nem ezt teszi be szombat este, hanem inkább akkor Netflix vagy valami más. És akkor az történt, hogy mi kiválogattuk ezt a 6 filmrészletet, a 6 beszélgetést begépeltük, ezt hallgatókkal csináltuk, és hozzátettünk még különböző dokumentumokat, például, ezt szerintem lehet, hogy a Tünde is ismeri, a
a Schiffer Pálnak a Cséplő Gyuri című filmjéből van egy nagyon erős részlet, amikor a kocsmában a Cséplő Gyuri meg akarja nézni a tévébe a vasárnap esti filmet, és az ottani parasztok, akik ülnek, elkezdenek velük vitatkozni, és nem engedik, hogy megnézzék a filmet, hanem ott ki elkezdődik egy ilyen elég erősen rasszista párbeszéd, és ez egy nagyon durva jelenete annak a filmnek, és erről csináltunk egy olyan beszélgetést, ahol miután megnéztük a filmet, ott volt a filmnek az operatőre, 80 évesen, az Andor Tamás, ott volt a Daróczi Ági, aki a filmnek az egyik szereplője, ott volt a Bársony János, aki a Daróczi Ági férjeként szintén szereplő a filmben. Tehát igazából a filmnek a tanúi, egykori szereplői, készítői voltak ott, és ráadásul ott volt egy olyan fiatalember, akinek az apukája szintén benne volt a filmben, a Cséplő Gyurinak egy oldaláki rokona, és hogy valamilyen nagyon elképesztő, erős beszélgetés és mély, érzelmileg megrendítő beszélgetés alakult ki ezek között az emberek között, és akkor ezt a filmrészletet, a kocsma jelenetet, ezt párosítottuk ezzel a beszélgetés részlettel, amikor az operatőr megtudja, hogy a Zoomon keresztül egy olyan fiatal emberrel beszélget, akinek az apja benne volt a filmbe. És hogy elkezdi mesélni az operatőr, az Andor Tamás, hogy add át édesapádnak a szeretetes üdvözletemet, mert annyira örülök, hogy én lehettem az a szerencsés ember, aki ott a kocsmába megtalálta az ő arcát, és ráközelítette arra a cigány, annak a cigány fiúnak az arcára. És akkor mondja Czender Ferenc, az a fiatal ember, akinek az apjáról szó van, hogy nagyon köszönöm, átadnám, de már sajnos nem él. Tehát nem él már. És akkor ez nagyon katartikus volt, meg nagyon erős jelenet, és akkor fel is idéztük azt a filmes pillanatot, és ott van benne egyébként ebben a színezénben az a pillanat, amikor bejátszuk az egykori készítőknek, szereplőknek azt a részletet, amiről éppen beszélgetnek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a másik öt is ilyen erős jelenetes és erős beszélgetés részlettel rendelkező példa. És ugye ami a legfontosabb, hogy itt egy olyan emberrel működtünk közre, Turi Liliről van szó, aki amikor az első ilyen vázlatokat adta arról, hogy szerinte hogy néz ki egy rajongói filmmagazin, ami kicsit ilyen ütött, kopott, szedett, vedett, erről a Lili fog beszélni, akkor én abban a pillanatban beleszerettem. Tehát abban, hogy miért, tehát hogy ebbe a vizuális világba, amit ő nyújtott. És akkor most átadom a szót, most, hogy beszéltem ennyit a színezényről, szeretném megkérni a Lilit, hogy most meséljen egy kicsit arról, hogy hogy jött ez az ötlet, hogy ez így néz ki. Tehát úgy történt, hogy az András megkeresett, hogy kb. Ilyen másfél éve kezdődött ez a munkafolyamat, és akkor az volt a kérése, hogy van ez az elég sok film, és akkor abból válogassunk, és hogy valahogy ezeket az ilyen összekapcsolásokat kéne megjeleníteni, tehát a film részleteket, akkor a dialógusokat, amik a Kregasztron elhangzottak, és próbáltam, tehát gondolkodtam azon, hogy mi lehetne valami olyasmi, ami nem ez az ilyen nagyon, tehát nem ez az ilyen nagyon szigorú kiadvány szerkezet, illetve most persze valamennyire, hogyha úgy veszük, ez is az, de egy ilyen markács esztétikát behozni, és főleg az ilyen régebbi színeknek a vizualitására utalva, ami így, nem tudom, így pár mondat, hogy azok a zineket, vagy hát nagyon sokféle zín létezik, de hogy főleg ilyen amatőrök csinálták, és különböző témákhoz, meg zenékhez, tehát pánkok, de egyébként valamennyire így a szamizdat is oda kapcsolódik, illetve mondjuk így a terjesztése szempontjából, hogy ilyen nagyon informális kiadványok, és akkor valahogy tökre azt éreztem, hogy így a roma képhez nagyon illik ez a vizuális világ, és valahogy így ezeket a rétegződéseket is jól lehet szemléltetni, hogy nem is annyira didaktikus, de közben pedig mégis van egy ilyen lineáris vizualitás, vagy ez most nem tudom mennyire értelmes. Illetve törekedtem arra is, hogy legyen benne sok ilyen analóg részlet, tehát próbáltam ötvözni az ilyen analóg
illetve digitális technikát, egyébként egy általában a munkáimban szoktam, hogy eleinte még így kísérleteztem azzal, hogy így kivágtam ezeket a képeket, meg hogy milyen textúrájú papírokat használjak, és aztán ezeket így digitális, vagy beszkenneltem, és akkor úgy kezdtem el így. Mondd ezt egy példát a kiadványból, tehát hogy az analóg kép, amikor azt... Hát például itt vannak ezek az ilyen papírtépések, meg ezek az ilyen különböző textúrájú papírok, amiket lehet, hogy senkinek nem tűnnek föl, csak nekem, de nem volt. És hogy így ezekkel, meg hogy beletéptem a fotókba, felragasztottam, tehát hogy ezeket mind, illetve így beleglitcheltem, ami szintén egy ilyen utalás arra, hogy így a digitális, illetve az ilyen analóg filmek, nek a párhuzama, hogy a glitch az egy ilyen, hogy lehet, hogy mindenki tudja, ez egy ilyen digitális képhiba, amikor így a képek szétcsúsznak, és akkor ezt... Láttunk ilyet a Hajós András, amikor így leesett az állat. Igen. És akkor ezekben is vannak ilyenek, tehát igazából, hogyha így a film részleteket nézitek, akkor tele van ilyennel, és... A beszélgetés részleteknél pedig egyébként elég rossz minőségűek voltak ezek a fotók, amire direkt rájátszottam, és így még jobban roncsoltam. De úgy szerintem egyébként itt tökre belefér ebben a műfajban, vagy hogy mi az Andrással azt gondoltuk, hogy ez így tökre hozzáad. Ez az ilyen kicsit hibás, túlszemcsés. Igen, hát én így röviden ennyit szeretnék, én nagyon élveztem egyébként, meg tényleg ez egy ilyen nagyon, nagyon inszki folyamat volt. Én most nem tudom neked, de kérdezz nyugodtan. Nem csak, hogyha a többiek akarnak kérdezni a közönség, akkor nyugodtan tegyétek fel a kérdéseiteket, hogyha ezzel a látvánnyal, a világgal, vizualitással kapcsolatban. Nekem az megerősíteném a vigyitát, hogy ugye az elmúlt 10 évben, tehát 10 évvel ezelőtt amilyen felvételeket mi csináltunk, azok nem csak hangminőségben, képminőségben is eléggé, hogy úgy mondjam, így kívánivalót hagytuk maguk után. És ugye itt van egy választási lehetőség, hogy annyira szar a képminőség ezeknek a videóknak, hogy inkább hagyjuk az egészet, ne dolgozzunk velük. Vagy pedig van az a lehetőség, amit a Lili választott, ez a, amikor a Arany Jánosnak abban a nem tudom melyik versében veri a jég a szőlőt, és akkor a gazda odáll egy bottal, és már megint a bot. Elkezdik a jégre ráni durván önmaga is verni a szőlejét, hogyha az Isten ezt csinálja, akkor uram, én még ráteszek egy lapáttal. Tehát nekem ez volt az érzésem, hogy a Lili a rossz képminőséget elkezdte, és ezért volt jó ötlet a Zin, mert ugye az egy ilyen rajongói magazin, tehát amit otthon ragasztottak a fiatalok a Csillagok háborújából, hogy legyen benne Leila Ercegnő, kivágta a nem tudom milyen újságból, oda ragasztotta mellé a akárkit, a Skywalkert, akármit. Tehát, hogy egy ilyen barkács dolog, és hogy a képminőség ilyen volt, és akkor én úgy értettem, hogy a Lilinek ez a szándéka, hogy akkor vigyük el még inkább ilyen sérültbe az anyagot, mert hogy amúgy is van egy ilyen esztétikája, ami felvételeinknek, meg régi lapokból dolgozunk, tehát hogy van egy ilyen archív hangulata a dolgoknak. Ugye ez nem azt tükrözi, mert a romakép szellemisége az egy nagyon-nagyon hiper-szuper modern dolog, tehát hogy egy befordult társadalomról szól, tehát nem ezt tükrözi ez a tépettség esztétika, hanem ez csak az anyagainknak a minőségét akarja tükrözni, vagy azt mutatja föl, azt hangsúlyozza, valahogy így értettem. Meg szerintem egyébként, nem mindegy, szóval, hogy szerintem, tehát hogy ez abszolút, vagy én nagyon szeretem a hibákat, meg az ilyen roncsolásokat úgy általában a világban, és így a vizuális dolgokban is, és szerintem ez abszolút így rímel arra is, hogy ez egy ilyen, tehát hogy a Zin kultúra is egy ilyen nagyon demokratikus kezdeményezés, hogy ott is bárki csinálhatja, és tulajdonképpen így a roma képműhelyen is ez így tökre párhuzamba állítható így magával a gondolatiságával, szerintem, vagy ez megint nem működik, de nem vagy tudok hangosan beszélni. Igen, ez abszolút így van, mert ez a kulcs, hogy részvételi volt a magának ennek az innek a készülése is, mert kiküldtünk
250-300 levelet, hogy Léci, akinek jó emlékei vannak, az küldje vissza. Remélem többnek volt jó emléke, mint amennyi visszaküldte a javaslatot. Az emberek lusták, hogyha 10 éve jártam egy egyetemi szemináriumra, már annyi dolgom van, nem akarok most ezzel foglalkozni, de azért mégiscsak visszaírt pár tucat ember, ami nagyon fontos. Mondhatni szerintem annak a 250 majdnem az 1/5, tehát 50 ember, ami soknak számít szerintem, és ők mind adtak javaslatot, hogy mi a kedvenc részük abból a beszélgetésből, amiben ők benne voltak, így, mint most mi. És ezeket megpróbáltuk feldolgozni, és mondom, csak kapacitás oka van, hogy ebből végül is 6 készült el, mert ugye ezzel nagyon sok meló volt egyébként, míg eljutott idáig, hogy könyv legyen belőle. Oké. Szóval ez a könyvbemutató. Hogyha valakinek van valamilyen kérdés, akkor nyugodtan mondjátok, de szerintem lehet, hogy Tündét és Tibort már el kell engednünk, mert hogy nekik meg be kell állniuk. Mostan fél hét, kb. Eddigre terveztük a dolgot, a koncertre. 7:30-kor kezdődik, ugye? Jól tudjuk. Jó, akkor most még nem menjetek el, mert hát ha valamit a Lili még mondani akar. Ne kerekítsük le ilyen gyorsan. Jó. De hogyha mennetek el, akkor megbeszéljük az elejszik, és megbeszéljük meg a műsort. Persze, menjetek, még meg kell beszélni a műsort, úgyhogy akkor eresszük el a Tündét meg a Tibor. Sziasztok! És nagyon köszönöm, beszélni. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Találkozunk a koncerten. Köszönjük. Szerintem a 36-os irodában még nem volt ilyen, ami most volt, tehát olyan zene jött ki, hogy az emberek már ott torlódtak az ajtóba, mert hogy ott próbált a zenekar, most nem volt ilyen profi próbatermű. Köszönöm. Köszönöm. Lili, mit akarunk még mondani a könyvről? Hogy én bevallom azért, én ehhez így nem vagyok hozzá a szokványi mikrofonozáshoz. Ez teljesen lemerül. Mindegy, amúgy beszélek hangosan. Belehallatszik szerintem. Azért ezt lehet hallani. Hogy én bevallom egyébként, ezért nem ismertem minden filmet, amit végül kiválogattunk, és tényleg ilyen nagyon nagy hatással volt rám, illetve aminek nagyon örültem, azokat viszont pont láttam, hogy az Omara, akinek meg ilyen nagyon meghatározó képzőművész, hogy benne van szintén egy ilyen részlet, meg a Sárkány Lee, az is nekem egy ilyen, aztán egyébként nem ismertem, illetve ismertem, de nem láttam. Most így bocsi, nem a vizualitásról beszélek, csak így asszociálgatok. De lehet, hogy egy-két szót érdemes ezekről mondani. Tehát, hogy az Omara kicsoda, nem biztos, hogy a közönség mit tudja. Igen, hát az Omara egy roma kortárs művész, aki... Tavaly halt meg, igen, és ilyen iszonyú erővel bíró, nagyon fantasztikus, nem tudom már, hogy mit. Olámara a polgár, igen, Omara a művész neve, és egy rendkívül provokatív a festményeit feliratokkal ellátó. Ilyen narra, és nekem ez tetszik benne nagyon, hogy ilyen narrálja a képeit, és szerintem ez ilyen fantasztikus. Ebből viszont az is következik, ezt végülis eddig nem említettem, ez nagyon fontos, hogy végülis a romaképmű az egy összművészeti filmklub, tehát ott nem csak filmeket vetítettünk, hanem fotókiállítás volt, festményekről beszélgettünk, hangzóanyagokról, tehát egy nagyon-nagyon sok területre elmentünk, akkor is, hogyha a fő tevékenységünk a film, és most, amit a Lili említ, ő egy képzőművész, tehát a roma képzőművészettel, kortárs képzőművészettel is elég erőteljesen foglalkoztunk itt. A Sárkány Lee, az meg egy árnyjáték. Az egy árnyjáték, igen, amit az, lehet, hogy azt jobb, ha te mondod, mert aztán én mondom a város teremét, jó. Ez viszont tényleg személyes. A Sárkány Lee az egy olyan előadás, ami azt hiszem, hogy először talán a Bánki Fesztiválon volt, de ebben nem vagyok biztos. Mindenesetre egy pécsi roma fiatalembernek a rajz, a képregényéből készült. Ez a fiatalember nagyon korán meghalt, 20-valahány évesen, de talán a mozgóvilág, ha jól emlékszem, a mozgóvilágban leközölték teljesen. Érthetetlen, furcsa módon elkerült oda a képregénye, leközölték, és kortárs művészek megtalálták ezt a képregényt ezelőtt 5 vagy 6 évvel, és csináltak belőle bárművészek
közreműködésével egy árnyjátékot, egy keleti árnyjátékot, tulajdonképpen feldolgozták ezt a képregényt. És ez egy elég hatásos előadás egyébként, és a Roma Képműhely meghívta ezt az előadást, és ott volt akkori székhelyünkön, ahol mi akkoriban filmeket vetítettünk, ott volt egy ilyen előadás. Meg is mutogatták, hogy hogy működnek ezek az árnyjátékok, és benne van egy részlet ebből a beszélgetésből. Szintén ott rokonok voltak meghívva vendégként, meg hozzáértők, meg bábművészek. Az egy nagyon széles kerekasztal volt, ült vagy 10 ember. Igen, nagyon durva. Igen. Igen. És aztán volt a Városperemén. Igen, igen, és azt nyugodtan majd mond, hogy volt benne egy olyan téma is, amihez én személyesen kapcsolódom. Az a címe, hogy a Városperemén, ahol többen mi a Dzsumbuj emlékezetét kutattuk. Ez egy ilyen városi emlékezetkutatás, és így a lakókkal narratt, vagy egy életút interjúztunk, illetve közösségi programokat csináltunk, és ez egy ilyen elég hosszú távú kezdeményezés volt. Hány évig tartott ez a kutatás? Hát szerintem 3, tehát kisebb-nagyobb kihagyásokkal, és egyébként nagyon sok eltemédia, vagy hát nem, ez egy pár eltemédiás is részt. Például Cseke Balázs, aki a Balázs, Roma Képműhelynek is volt a tagja. Igen, és akkor például itt a Dzsumbuj Help, ami ott az ilyen szociális munkát, Dzsumbuj Help szociális munkásra is részt vettek a beszélgetésen, akkor egy volt lakó, aki szintén elmesélte az élményeit, és szerintem az egy ilyen tök izgi beszélgetés volt. Abszolút. Ott vetítettünk például mindenféle sztereotíp médiaanyagot, tudjátok, előszeretettel mentek a Dzsumbujba, hogyha mondjuk szerhasználatról kellett anyagot csinálni, akkor csak kimentek a Dzsumbujba, mert biztos találtak az a kamerának egy elhasznált tűt, amit le lehetett filmezni, és akkor elmesélték a Magyarország 10 millió nézőjének az RTL klubon vagy a TV2-n, hogy új, de csúnya dolog a szerhasználat. És akkor mi pont azért csináltuk ezt a beszélgetést, hogy ezeket a médiaanyagokat reflexíven, kritikai módon tudjuk kezelni, és bemutassuk, hogy emberek nem csak negatívan élték meg ezt a dolgot, nem stigmaként, bár egész életükben rajtuk van ez, hogy ők dzsumbuisták voltak, hanem pozitívan is. Tehát pont akit említ a Lili. Igen, meg bocsánat, ezt így a legfontosabban kifelejtettem, hogy mi azért kezdtük el ezt a kezdeményezést, hogy így árnyaljuk erről az egészről a képet, illetve, hogy ez egy 9. kerületi illatos úti lakótelep volt, amit felszámolt az önkormányzat 2014-ben. Ezt csak azért mondom, mert így nyilván így a Dzsumbuj nem biztos, hogy mindenkinek nagyon ismerős, és hogy igen, ezért kezdtük el, hogy nagyon érdekeltek minket belső nézőpontok. Igen. És hogy nem csak egy ilyen kétmondatos fókusz report, vagy most így mondtam, hogy random, nem tudom. És mi is interjúztunk velük nagyon sokat, hanganyagot főleg, de például videókat is vetítettünk ezen a beszélgetésen. És ez a fejezet ugye nem egy fókuszriportra épül, hanem a Szabó Simonnak a Fal című filmjére, ami egy nagyon jó kis film. Lehet, hogy a Szabó Simon neve ismerős nektek, ő eléggé ismert sztár, Moszkvatér és egyebek. És hogy a Simonnak a filmjét bővettünk részleteket, és a szakértői beszélgetés, a Roma Képműhely beszélgetése amellé lett társítva, és dolgozatrészleteket, Roma Képműhely hallgatók dolgozataiból vett részleteket is tettünk a könyvbe. Tehát egy nagyon színes és sok rétű anyag lett összegyűjtve végül is ebben a könyvben. És hozzá kell tenni, nagyon fontos, a Kassák Múzeumban éppen akkor volt a lakhatási szegénységről egy kiállítás, és a Roma Képműhely az egyszerűen oda ment, és ott csináltuk meg a műsorunkat, mert tök fontos volt, hogy egy ilyen autentikus környezetben szülessen meg ez a téma, vagy ez a beszélgetés, ez a vetítés. Igen. Részemről ennyi, hogyha nincs más kérdés. A közönség maratoni programnak volt most a résztvevője. Nem bárhol kérdés. Szerintem még mondjátok el a kiállításnak a tervét, meg azt, hogy a könyvet hol lehet kapni. Hihetetlen praktikus információk. Sőt, ennél sokkal több dolgot is el szeretnék mondani. Nem, egy dolgot szeretnék elmondani. Nagyon fontos.
februárban, amikor a Roma képműhelynek a 2022 tavaszi évada elkezdődik, és lehet rá jelentkezni, vagy esetleg ülnek itt hallgatók, akik tervezik az órafelvételt, akkor fel lehet venni a Roma képműhelyt, és csinálunk közösen egy kiállítást a Lilivel, amit a Kipakol galériában, ami a médiatanszéknek a galériája, a hosszú folyosó, mint ahogy most a Csosszó Gabi fotói oda ki vannak rakva, ebből csinálunk, még nem tudjuk, hogy hogyan, de ebből csinálunk egy kiállítás anyagot, és kirakjuk a falra. Ezért részvételi, mert számítunk rá, hogy segítetek valami jó ötlettel, hogy ebből a könyvből hogyan lehet falra tenni bármit is. Tehát, hogy ez így elég nehéz most így elképzelni. A másik, amit mondani szeretnék, amire a Dóra most itt felhívta a figyelmet, hogy ezt a könyvet itt a tanszéken adománnyal lehet, nem árusíthatjuk, de hogy adományt lehet fogadni, és az ugye vissza lesz forgatva, tehát hogyha vásároltok, nem tudom amennyit gondoltok, 2000-2500 akármit forintért egy ilyet, akkor mi azt egy további nyomdai példánynak a kivitelezésébe forgatjuk majd vissza. De egyébként ISBN galéria is ilyen helyeken lehet. Igen, gondoltunk még az ISBN galéria könyvesboltra, íróboltjában. Egyelőre ennyi jut eszembe, de szerintem majd ezt közzétesszük a Facebook oldalatokon. Így van, hirdetni fogjuk, hogy hol lehet kapni. De ezeket így mielőbb bevisszük. Igen, így van. Ezekre a helyekre. És az utolsó információ, hogy a Trefort kerti nagy banzájban lesz még egy programunk, ami egy workshop lesz, hogy hogyan készül a színezin. És ezt a Lili fogja vezetni, én is ott leszek, ketten moderálóskodunk, vagy hogy mondják ezt, moderátoroskodunk, és hogyha bárkinek van kedve, az jöjjön péntek délután 2-től 3:30-4-ig ott tudunk lenni, és akkor... Csinálunk egy színt, nem ilyen, azért nem ilyen vastag. Nem ilyen vastag volt, hanem vékonyabb. De hogy igen, egy ilyen hasonló eljárással, technikával, vagy... Ja. Valahogy. Úgy nevezett buhera, tehát ugye a barkács esztétika szem előtt tartásával. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Tényleg hálás vagyok, kitartóan indíztétek és végighallgattátok a beszélgetést. És akkor remélem, hogy még találkozunk. Rebekának meg külön köszönet azért, hogy fölvette ezt az egészet. Sziasztok! Köszönjük!